Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Most kedves nézőink bizonyára egyetértenek velem abban, hogy csodapillanatokat élhettünk meg Tokióban az olimpián. A közvetítések során számos fantasztikus magyar sikerről számolhattunk be. És ennek persze természetesen vannak folyamánya is. Egy sikerről fogunk beszélgetni, illetve arról, hogy Áder János köztársasági elnök, Orbán Viktor miniszterelnök felterjesztésére állami kitüntetéseket adományozott munkájuk, illetve pályafutásuk elismeréseként a Tokióban megrendezett 32. nyári olimpia, illetve a paralimpiai játékokon kimagasló eredményt elért sportolóknak, illetve felkészítő edzőiknek, és a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozat elismerést, kitüntetést vehette át Korponai István mesteredző, a Volán Fehérvár 5-tusa szakosztályának szakmai igazgatója. Szervusz, gratulálunk mindannyiunk nevében. Köszönöm szépen. Üdvözlöm én is a nézőket, és szép estét kívánok. No, kérem szépen. Ahhoz azonban, hogy megértsük, hogy Kovács Saci tulajdonképpen hogy jutott el eddig, ahhoz tudnunk kell azokat a pillanatokat, amelyek Fehérvárra hoztak 5-tusázóként. Hiszen nem volt most, de elindult egy olyan időszak a mi életünkben is, hogy az 5-tusa fehérvári sportág lett. És az azoknak köszönhető, többek között neked is, akik ide kerülve megteremtettétek a lehetőséget, hogy megismerkedjünk mi is az 5-tusával. Köszönöm az elismerést. Én igazándiból 72-ben kerültem Fehérvárra, addig a Szatmári kismezővárosnak a normál életét éltem. Tanulással, rajzverseny, énekverseny, kémiaverseny, meg ilyenekkel kitűnő tanuló voltam. A kémiai verseny elért megyei második hely eredménye többek között az, hogy az akkor még igen neves és akkor még Ságbár Endre kép- és irodástechnikai szakközépiskolának hívott iskola, ami most a Széchenyi iskola, oda felvétel nélkül bekerülhettem, így aztán Fehérváron, fehérvári lettem, azóta is itt lakok, és addig szinte semmit sem sportoltam, csak focizgattam a haverokkal, meg és kész. Utána itt közelben laktunk az Árpád uszodához, úgyhogy szépen lejárogattam úszogatni, nagyon megtetszett nekem az úszás, pláne, hogy a 72-ben láttam már Spitznek az úszását, és adót és körbe röhögnek érte, de én biztosan állítom, hogy úgy tanultam meg pillangózni, hogy az előszoba tükörbe néztem a mozgásomat, és próbáltam leutánozni azt a fantasztikus delfin mozgást, amit a Spitz csinált, és aztán lementem az Árpádba, és csodálva határos módon működött is a dolog olyan szinten, hogy egy fél év múlva a középiskolás megyei úszóversenyen 50 pillangó, meg 50 gyorson harmadik lettem, aminek folyamodványa volt az, hogy az akkori 5-tus edző, nagy legenda, Jakab Endre bácsi mondta, hogy mi nézek le, ha van kedvem 5-tusázni az edzésekre, és elkezdtem lejárogatni, úszogatni először, meg tornatermi edzésre, aztán csak egyszer csak azt vettem észre, hogy ott ragadtam. És innen indult a pályafutásomban, végül is miután 15-16 éves koromban kezdtem az egészet, igencsak deficites voltam a fizikai képességek terén, de aztán valamilyen módon ez. A lovaglást hogy szeretted meg? Hiszen még az 5-napos öttusa korszakát éltük. Igen. Úgyhogy az akkori lovasedzőnek mániája volt, hogy állandóan csak szőrén kell lovagolni. És hát az télen nem volt olyan rossz, mert a ló is melegített. De voltak ilyen gírhesebb lovak, akik aztán véresre törték a fenekünket, mire vége volt egy edzésnek. Meg hát a képességek terén is kihívásokkal szenvedtek ezek a lovak. De minden esetre valahogy összejött. Mert a végén, mikor már abbahagytam az 5-tusát, akkor már számos lovaglást is nyertem, lovasversenyt is nyertem egyébként. Igen, és vívóedző lettél először. Tehát itt én azért kérdezem a vívást, hogy a vívást
hogy sikerült elsajátítanod, hiszen az ahhoz egész magas szint kell, hogy valaki aztán később vívóedzőként is sikeres legyen. Hiszen az nem jön a semmiből, és ráadásul az öttusában, az akkoriban és a mostaniban is fontos, hiszen az ellenféltől veszed el, a versenyzőtárstól veszed el a pontot. Valószínűleg valami érzékem volt ez a dologhoz, mert aztán egy négy-öt év múlva már nyeregettem vívásokat is öttusába is, meg vívóversenyeken is nyeregettem, tehát meg tetszett is nekem ez a rafkós dolog, hogy lett nekem a 1.72 magas embernek az 1.90-eset átvágni, úgyhogy én adom a tuszt simán. Én ezt nagyon élveztem. Észre se veszi az ember, most sem tudom rávenni a tanítványomat sokszor, hogy bizony-bizony egy kőkemény víváson akár 180-190-re is fölmegy a pulzus, anélkül, hogy tudná róla, meg anélkül, hogy lenne kedved, de hogyha már van hozzá affinitásod, akkor úgyis el fog ragadni a hív. Én úgy lettem igazándiból vívóedző, hogy amikor ugye volt, pont egy víváson volt egy komoly balesetem, amikor szanaszét szakadt a térdem, és kénytelen voltam abba hagyni az öttusát. De tényleg úgy, hogy külső-belső szakadás, keresztszalag megnyúlás, tért karácstörés, porcleválás, patellaficam, alsó lábszár ott lifegett mellettem a combom mellett, úgyhogy azt valahogy összerakták, de az akkori időben 84-ben vagy 83-ben erre nem volt esélyse, hogy megcsinálják olyanra, hogy utána lehessen belőle valamit csinálni. Éppen ezért én már előtte úgy döntöttem, hogy miután annyi jó edző van itt Fehérváron, hogy én inkább a civil szakmát fogom megnézni, és el is kezdtem egy műszaki főiskolát, és azt végig is csináltam végül is. De fölkértek, hogy segítsek be a szakosztály munkába, és akkor először technikai vezetősködtem egy fél évig, utána meg egyszer csak azon vettem észre magamat, hogy kaptam egy kezdőcsoportot, akivel elkezdtem vívást oktatni. És folyamatosan léptél felfelé a ranglétrán? Hát elég hamar volt az a létrázás, mert két év múlva már azon vettem észre magamat, hogy az akkor szocialista országok Európa bajnokságának is nevezhető ifjúsági barátság versenyek sorozatában. Én voltam rendszeresen a szövetségi kapitány által meghívott vívóedző, aki elkísérte a csapatot. Ami nem is volt rossz egyébként, mert számos tanítványom ott egyénibe is, meg csapatba is vígéckedett. No, rengeteg siker volt a pályafutásodban. Idefelé jövet, ugye mondtál egy számot, az nehéz kimondani is, megélni pedig valami fantasztikus lehet. Azt tudjuk, hogy több mint 30 tanítványod nyert világ és Európa bajnokságot, olimpiai bajnok lett utána a Vörös Zsuzsi, Európa bajnokokat ne is soroljuk fel, de azért majd nyilván szóba kerülnek ők is, és most pedig olimpiai dobogóra állhatott Kovács Saci is. Hogy kezdődött ez? Hát szép lassan, mert először odaengedtek az ifjúsági versenyekhez, utána már junior versenyeken is voltam, mert a Katona Fecóval 88-ban már én voltam a válogatottnak, a junior válogatottnak a vívóedzője, ahol Kalocsai Lászlóval a másik számos IBV-t nyert tanítványommal együtt voltam kinn, és ott nagy meglepetésre a Katona Feri nyerte az egyéni világbajnoki címet. Nagyon fontos, hogy Kulcsár Antal személye is. Méltatlanul keveset beszélünk mostanság róla, ugyanakkor tudjuk, hogy a kezdő, úgymond kezdő tusedzőknek és öttusázóknak is nagyon sokat köszönhet. Mármint az ő személye. Persze. Egy kulcs személye. Megkövetelte a szigorú munkát, a becsületes munkát, ami nyilván, hogy azoknál, mint nálam, ez nem okozott gondot, mert helyből soha nem azt néztem, hogy lehet a kiskapun elosolni, hanem fölvenni a kesztyűt. Beszéljünk a fiúkról először, aztán jöhetnek a lányok, mert a fiúk is rendkívül eredményesek voltak. Olyan nevek mentén
kerülhet szóba a neved, mint mesterük, mint például Horváth Viktor. Ugye keveset beszélünk ma már róla, pedig azt tudni kell, hogy ő téli olimpián is indult például sífutásban, nyilván öttusában volt eredményes. Mi mindent kell... Az a Gyenesei Leila. Igen, a Gyenesei Leila is. Mi minden kellett ahhoz, hogy egy fiatal feltörekvő tehetségből olimpikon világbajnok, Európa-bajnoki szereplő legyen? Kell hozzá egy jó alany. A Viktor is egy egész más típusú alany volt, meg a vele egyidős, legalább olyan tehetséges Nagy Zoli, akivel számos ifjúsági világ- és Európa-bajnokságot nyertek csapatba, de a Viktorban volt egy plusz. Ő meg tudta azt csinálni, amit nagyon kevesek, hogy adott napra azt az adott napot össze tudja rakni. Tehát nem úgy van, hogy akkor az egyik számból beleesek a másikba, és utána, mikor a felénél járok a napnak, akkor nézegetem, hogy húha, mi lesz ebből. Hanem a Viktor az például tudatosan készült és felépítette. Ugyanez vonatkozik egyébként a Vörös Zsuzsára is. És ugyanez vonatkozik bárki másra, hogy aki csak beesik a versenyre, azt nézegeti, hogy nem jön össze semmi, az pont azért van, mert arra kell készülni. Nem csak fizikailag, hanem mentálisan is. Meg kell készülni arra, hogy mi vár rám. Hogy szoktam megoldani, amikor van egy probléma, és mert probléma az mindig lesz a nap folyamán, hogy ne a pánik legyen, hanem keressen meg azokat az egyéni rutinokat, amikor ilyen helyzetben találtam magamat, akkor megoldom ezt a problémát. És akkor sokkal könnyebb a dolog. Ugye azt tudjuk, hogy építkezni kell, tehát elindulni, a négy tusából indult Vörös Zsuzsa és a többiek is, és a junior korosztálytól folyamatos volt a fejlődésük. Ehhez mi kell? Hiszen Gyenesei Leila, Máté Vivien, aztán később Vörös Zsuzsa, Kovács Saci és a lányok ezt mind megélték. A Zsuzsa az egy speciális helyzet. Ő egyszer csak beleesett az öttusának a kellős közepébe úgy, hogy nem volt szinte semmi versenyző, amikor volt a szövetségi kapitány váltás, és a Kulcsár Tóni lett többek között a szövetségi kapitány. És nyilván, hogy a Tóni is arra törekedett, hogy minél előbb legyen egy, mint női szövetségi kapitány, legyen egy női versenyzői mag, akivel majd aztán tud dolgozni. Így aztán a Zsuzsával megértük azt, hogy még első éves ifjú volt, de már junior EB-n is indult. Mint ahogy ugyanez a Kovács Sacival is, meg a Máté Viviennél is előfordult, hogy egészen addig tartott a Vivien a idézőjelben világcsúcsot, amíg a Saci le nem szorította a trónról, hiszen ő még 18 éves volt, amikor már felnőtt világbajnok volt váltóba. Na most a Saci megfejelte még egy éve, mert ő 17 évesen már felnőtt világbajnok lett. Mi mindent kell tenni a hétköznapokon egy edzőnek ahhoz, hogy az egyébként tehetséges tanítványa elérje azokat a sikereket, amely egyébként az adottságai okán természetes lenne? Hiszen ez egy rendkívül bonyolult sportág, valljuk meg. Hát egyrészt kell lenni egy szisztémának, amivel dolgozol, másrészt ismerned kell, de tényleg egyénre szabottan a tanítványoknak a egyéni sajátosságait, adottságait és lehetőségeit, és azokat megpróbálni maximálisan kiaknázni, úgy, hogy abból a végén előre mutató sikerélménnyel megért eredmény legyen. Tehát a mester egyben barát, ugyanakkor kíméletlennek is kell lenni, hiszen az öttusa azért mindentől függetlenül egy rendkívül munkaigényes sportág. Kaptam is hideget, meleget akkor, amikor a mesterem diátodójára készült filmbe elmondtam, hogy nálam a kettes meg a hármas az nem játszik. Én ez nem általános iskolás testnevelő sorra, hanem itt a négyes, ötös, de inkább az ötös számít csak. Tehát akkor is tudni kell nyújtani, amikor fáj, amikor fáradt vagyok, amikor már nem akarok, nyugos vagyok. Nyilván ott észnék kell lenni az edzőnek, hogy most akkor azt tudja, hogy ez most...
milyen típusú fáradtság, tényleg fizikai fáradtság, vagy szellemi fáradtság, mert mindegyiket másképp kell aztán majd kezelni. Az öttusában nagyon keveset, van papírforma nyilvánvaló, hiszen a világklasszisok azért mindig elérik az eredményt helyek közel, de azért vannak kínos kudarcok is. Hogyan lehet túllépni egy-egy gyengébb eredményen? Mit kell ilyenkor tenni az edzőnek, aki voltak éppen többet van egy versenyzővel, mint bárki más? Hát nyilván, hogy át kell beszélni előbb vagy utóbb. Azért mondom, hogy előbb vagy utóbb, mert van olyan versenyző, aki nem nagyon szeret erről a dologról beszélgetni, de azért addig meddig kell csűrni, csavarni a dolgot, míg a végén megnyílik, és akkor el tudom majd akkor én is mondani az én véleményemet arra, amit ő mondott, és arról is, hogy az most valós-e, vagy csak menekül valami probléma elől. Mert hogyha egy negatív élmény nincs főtárva, akkor az rögzülni fog. Tehát a kudarc szériákat azt kerülni kell mindenképpen, hogy ne okozzon lelkitörést a versenyzőnél. A Vörös Zsuzsa személyében egy fantasztikus sportolót, embert köszönhettünk. Az olimpiai bajnoki címe mindennél többet mond. Nekünk azonban itt Fehérváron különösen kedves, hiszen a budapesti világbajnokságon és a fehérvári EB-n is itt voltunk, és szemközelből tudtuk elérzékenyülve figyelni azt a fantasztikus teljesítményt, amit ő nyújtott. Én azt gondolom, hogy Vörös Zsuzsa, akit te fedeztél fel, hiszen te indítottad el a pályán, ezerszeresen meghálálta ezt a szurkolóknak és mindenkinek. Mi minden kellett ahhoz, hogy ő egy ilyen fantasztikus pályafutást futhasson be? Hát kellett az ő... Rajtatok kívül? Kellett az ő tehetsége értelemszerűen, meg kellettünk mi is, hogy adott esetben oszogassuk. Hogy amit az előbb mondtam, hogy amikor fáradt vagyok és nem akarok menni, akkor is gyere le. Aztán legfeljebb akkor könnyebb edzés lesz, annak az állapotodnak figyelembe vételével lesz a terhelés, de nem az, hogy akkor most eldobok kapát, kaszát, aztán nem csinálok semmit. A sikerhez nyilvánvaló az elismerés társul. Mi az edző számára a fontos elismerés? Azt tudjuk, hogy az olimpiai bajnoki cím után azért természetesen állami kitüntetést vehettél át, ami természetes. De mi az, ami pluszt ad? Hiszen nagyon kevesen mondhatják el magukról, hogy olimpiai bajnok tanítványuk van. Akit ő indított el a sportágban. Ez egyből az jutott eszembe, amikor elkezdted a kérdést föltenni, hogy például az egy nagyon nagy elismerés lenne, hogyha a mai világban nem így működnének a fiatalok, hogy ők is képesek lennének meggratulálni egy edzőt, amikor sikerei vannak. Mert alig van egy-két tanítvány, aki például a Saci után odajött külön gratulálni. De tényleg alig van. Van, aki csak úgy lesújja a fejét, azt elmegy. Miközben az ő eredményéről meg elvárja szerintem, hogy meg jól esik neki, hogy gratuláljon. De ez a köszönöm, meg valami hála kimutatás, ez mostanában nem nagyon divat. Sajnos, tegyük hozzá. Tehát megérkezett az elismerés, és ugye közben számtalan elismerés kísért, mesteredző lettél, de aztán egy valamiről kell, hogy beszéljünk, hiszen nagyon-nagyon fontos a mesterem díj, hiszen ezt a Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnokkal vívunk a kurátora tulajdonképpen ennek az elismerésnek, és kevés sportoló, illetve edző kapja meg. Legutóbb 2018-ban például hárman voltatok, ugye? Igen, összesen. 10 ember kapta, pedagógusok és 3 darab edző. Ebben benne van a névben is, mesterem, mester nagyem, tehát mesterem, hogy ez valami egészen bensőséges, és mit éreztél, amikor megkaptad az értesítést? Mondanám, hogy dobtam egy hátast, mert amikor megtudtam, hogy közel 700 pályázóból voltam az egyik, aki megkapta ezt a díjat egyből, az azért valamit jelentett. Olimpia. Az olimpiára megmozdul a szívünk.
nekünk itthon, magyaroknak mindig. Aki járt már olimpián, az tudja, hogy ennél fenségesebb történés nincsen. Tokió hogy vártat, hiszen meg kellett szerezni egyáltalán az indulás lehetőségét, voltak problémák egy időben, aztán utána kinyílt a világ Saci előtt, de mi mindent kell tennetek akkor még így előtte, hogy a Saci valóban esélyesként utazhasson Tokióba? Mit kellett tenni? Akkor mondanám, hogy azért elég vékony eséllyel nézegettük ezt a dolgot, miután gondolom azért a közvélemény jelentős részének tudomásom van róla, hogy március végén volt neki egy térműtéte, amiből aztán miután elkezdtük 10 nap múlva a munkát, kiderült, hogy 2 mélyvénás trómus is van a vádliába, úgyhogy megint szünet volt. Ezúton is köszönjük Merkeli Bélának, ugye kevesen tudják, hogy ő volt a megmentő, ha úgy tetszik. Hát ott konkrétan arról volt szó, hogy nem csak az olimpiát, meg a sportot kell abba hagyni, hanem illetve oszolom, a sportot is abba kell hagyni, mert ebbe bele lehet halni. Na most ebből a keserű szájízzel vágtunk neki annak a jó két hónapnak, amikor föl kellett készülni az olimpiára. Tehát ez rendkívüli nehézségekkel járt. Hogy lehet lelket önteni ilyenkor a sportolóba? Hiszen tulajdonképpen az öttusának az az alapja, hogy jószerivel minden nap mindent csinál a versenyző. Én azt láttam, illetve biztos is vagyok benne, hogy úgy is volt, hogy Saci összeszorította a fogát, és azt mondta, hogy csak az érés megmutatja. És az kellett neki, mert hogyha ebbe a állapotába megijed, és akkor azt mondja, hogy jó, akkor inkább az egészségem, akkor nem lett volna semmi. De azzal együtt is azért elég húzós volt a dolog, hogy még májusban dupla vívóruhával, meg ilyen mester plasztor betéttel tudott vívni, hogy ne legyen véraláfutásos a szúrásnak a helye. Lovagolni nem lehetett, mert hogyha leesik, akkor nehogy belső vérzéssel legyen, meg egyebek. Tehát minden nagyon óvatosan volt, minden nagyon naprakész konzultáció alapján működött, mert másképp nem is működhetett volna. Hát, egy rendkívül dinamikus személyiség, ezt tudjuk, úgyhogy rendkívül nehéz volt a ti dolgotok is. Egyébként apropó, a lézerrán mennyiben változtatta meg a te gondolataidat az öttusáról? Nagyon sokan elutasították egy bizonyos időszakban, de úgy tűnik, hogy a mindennapokhoz ez kell, és a mostani új versenybeosztás pedig még inkább. Hát mondanám, hogy nyeltem egy nagyot, mert ugye én még az ötnapos öttusában is benne voltam, aztán a négynaposban, aztán a háromnaposban, aztán az egynaposban, aztán főforgatódott, hogy a lovaglás volt a befejező számtól kezdve, mindenféle változások voltak, és mindegyikhez valami módon kellett igazodni, és hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy ez sikerült is, mert voltak olyan országok, ahol ez jobban sikerült, mint nekünk, de mentünk, azt csináltuk a dolgunkat. Példaértékű, ahogy a Volán hozzááll a sportákhoz továbbra is, én azt gondolom, hogy Tóth István, Csáder Dezső és a többiek nevét kiemelten kell, hogy szóljunk róluk, de hogy áll most az öttusa? Mit látunk, hiszen úgy tűnik, hogy Magyarországon egyre kevesebben vannak az öttusázók sajnos. Mi mindent kell tenni azért, hogy megint legyen utánpótlás itt Fehérváron, illetve az országban? Hát a Sacinak az eredménye ebből a szempontból életmentő volt. Mind erkölcsileg, tehát többen fognak biztos, mint ahogy a Zsuzsa olimpiája után is tömegével jöttek a gyerekek öttusázni. Valószínűleg most is ez a tendencia meg fog maradni, illetve anyagilag is instabil állapotban voltunk, nem csak mi, hanem maga az egész magyar öttusa. És ez az eredménye, amit most már a hatodik hely is azért egy pontszerző eredmény a Marositól, azért kicsit a központi büdzsét is emelhette, annál is inkább, mert a
névadó szponzorunk az két éve nem ad egy fillért se nekünk. Az... Tehát vannak tehetségek, azt tudjuk, de mi van a fiúkkal? Nagy csalódásként érted meg Bencét? Mondanám, hogy igen. De ő azt mondta, hogy 31 évesen hadd mondja már meg, hogy hogy szeretne, mit szeretne egy kicsit változtatni. Mi meg belementünk ebbe a dologba, aztán így sült el a dolog. Hogyan tovább Sacival, illetve azokkal a fiatal feltörekvő tehetségekkel, akik a közeljövőben ismét sikereket érhetnek el? Hát bele kell szagolni ebbe a legújabb szisztémába, mert ez, ha eddig fárasztó és sérülés veszélyes volt ez az öttusa, egy idősebb versenyzőről gondolok most először, annak ez a mostani, ez meg kifejezetten nagyon fárasztó, meg veszélyes lesz. Az, hogy 4 napon keresztül, vagy 5 napon keresztül minden nap verseny van, tehát nincs olyan, hogy akkor van egy relax napom, és akkor gyuratok, kuszok egy kicsit, meg valami, hanem a második nap megy a másik selejtező, a harmadik nap, a harmadik selejtező, aztán döntő. De még előtte egy hagyományos öttusát még le kell nyúlni, hogy egyáltalán bekerüljél. Hozzáteszem, a jelenlegi tudásom szerint így lesz. A lovakkereszt megerősítést jelentett neked, hogy igenis figyel rá a kormány, figyelnek a sportvetők arra, hogy aki eredményesen és folyamatosan magas szinten dolgozik, az igenis kapja meg azt az elismerést, amit megérdemel. Igen. Azt veszem észre, hogy akár váratlanul is kapok mindenféle elismeréseket. Most én nem csak arra gondoltok, hogy Fehérváron Procivitas díjat kaptam annó, vagy 3 évvel ezelőtt a város sportjáért kitüntetést kaptam ott a Bregyóban, amikor volt az a nagy majálisszerűség, hanem például ez a mesteremdíj, amit kaptam. Vagy amit most a tegnap kaptam egy e-mailt, hogy a életműdíjat kapok, a Fairplay életművet fogok kapni. És azt gondolom, hogy ez a Fairplay, ez minden egyes pillanatodra igaz és jellemző, hiszen nagyon sok mindent köszönhetett neked Fehérvár és a magyar sport is, az öttusa sport, tehát ugye ez természetes, de általában az egyetemes magyar sport, és ezt köszönjük szépen. Mit kívánjunk neked? Hát minél előbbi felépülést ebből a csipőprotkó műtétemből, és még 1-2 évet még kívánjál, mert akkor én is be lesz. Ha már a Saci úgy döntött, hogy ő még mindenképpen megnézi ezt az új öttusát, akkor én is megnézem vele, és kitalálunk valami jót. Meg azért van egy pár fiatal tehetségem, akinek a kezét azért fájna, hogyha el kellene engedni a kezüket. Tehát akkor Vörös Zsuzsa, Korponai István és a többi vezető, illetve edzőnek azt kívánjuk, hogy már Párizsban legyen ennek eredménye. Sacinak külön szurkolunk természetesen. Az arany nagyon hiányzik nekünk. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetést látták. Vendégem Korpona István volt, az Alba Volán öttusa szakosztályának mesteredzője, szakmai igazgatója. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!